Szia, szevasztok! Itt vagyok Tarcalon, és sikerült letesztelni a kerékpáros ülés húzatot, amilyen szivacsos tulajdonságú. Hát lehet hosszú távon jobban kiadja a kényelmet, a tulajdonságait. Ezen a 6 kilométeren kb. Nem sikerült nagyon mit levonni ebből az útból. Kényelmesebbnek tűnt, mint ez a komfort pluszos ülés. Annyi, hogy fél centi szivacs van rajta. Így ez valamilyen szinten jobban össze tud tömörödni. Hosszabb távon lehet, hogy jó, lehet nem annyira kényelmes. De aki hosszabb távon megy, annak ajánlom ezt is, illetve ajánlok még a kerékpáros nadrágot is. Azért találkoztam két kedves hölgyel, és hát itt igazából eltévedtek. Át akarnak jutni Tarcalról Tokajba. Hát nem lesz egyszerű, fel kell menni Tarcalnál a hegyre, Bányató körül elmenni, Szőlőskerteknél ott meg kell valahol csatlakozni a Szerpentinre, és akkor nem kell felmenni talán a hegytetőre, hanem lesz egy út lefele az erdőn keresztül, és a temetőnél kikötnek. Hát remélem sikerül nekik, az egyik hölgy nem volt ruhacipőbe, a másik abban volt, de ott a bokát igazából nem nagyon védi semmi. Hát reméljük, hogy sikerrel járnak. De én itt vagyok Tarcalon. Jó, de kellemes hűvös nagy a fák között. Amúgy tényleg ilyen 30 fok van napon. És itt is vannak, mint mindig. Minden évszakban vannak itt Tarcalon is már, meg az áldó Krisztusnál is, úgyhogy ez ilyen nagyon turista látványosság lett. Én örülök neki. Annyira annak nem örülök, hogy sokan itt azért szoktak ordibálni, ugrálni a vízbe. Azért jön az ember ide, hogy nyugalomra vágyjon, ne arra, hogy ordibáljanak. Na, vannak egy páran, úgyhogy ennyi lett volna a kerékpáros ülés húzat teszt. Azt mondom, hogy meg kell próbálni mindenkinek hosszú távon tesztelni, és akkor meglátjuk, hogy mennyire komfortos. Na, további szép napot, sziasztok!